hittel kapcsolatos híreink. A kereszténység keresztezi a politikát Sean Foyt személyében, aki keresztény politikai aktivistaként a Tartsd a frontot nevű mozgalom alapítója. Egy másik aktivista Benjamin Watson, aki a főszereplője, szerzője és főproducere a most megjelent dokumentumfilmnek, melynek címe Divided Hearts of America, azaz Amerika megosztott szíve. Uraim, nagyon örülök, hogy mindketten itt vagytok. Mi is örülünk. Benjamin, láttam a bemutatóját a filmednek, szeptember 17-től pedig maga a film is megtekinthető. Legalább már egy éve beszéltünk erről a filmről. Politikai beszélgetéseid voltak az utcán emberekkel az abortusszal kapcsolatban. Feltetted nekik a kérdést, hogy mellette vagy ellene vannak-e, és ezeket levetítetted a filmedben. Ez mindenkit elgondolkodtathat, és képessé tehet arra, hogy a témáról beszélgetéseket tudjanak folytatni. Mit remélsz ettől a dokumentumfilmtől? Mit szeretnél elérni vele? Az Amerika megosztott szíve című dokumentumfilmen már jó ideje dolgozunk, és nagy öröm számomra, hogy végre megjelenhet. Az abortusz kérdés kapcsán országunk teljes megosztottságban van. A reményünk, amit el szeretnénk érni ezzel a filmmel, hogy beszélünk olyanokkal, akik vagy ezen, vagy a másik oldalon állnak ebben a kérdésben. Szeretnénk, ha meg tudnánk velük értetni, hogyan jöttünk a világra, és hová tart az életünk akkor, ha nem változtatunk az irányán. Az emberi méltóság és az élet szentsége nagyon fontos dolgok, és minden amerikai számára fontossá kellene válnia. Nagyon érzékeny témákat is érintünk benne, de mindennel az a célunk, hogy az emberek megértsék, hogy tiszteletben kell tartaniuk az emberi mivoltot, és meggyőződésé kell válnia bennük, hogy az ember már onnantól kezdve emberi lény, ahogy megfogant az anyamében. Nos, ez egy olyan téma, amiről nem könnyű beszélni, ezért is örülök, hogy mindkét oldal részéről el tudták mondani emberek a véleményeiket, és remélhetőleg a nézők közös nevezőre jutnak majd ezeket hallva. Sean, arról szeretnék veled beszélni, hogy kimentek koncerteket tartani. Rengeteg helyen próbáltak megállítani titeket azzal, hogy nem egészséges nagy összejöveteleket tartani, ahol sok esetben még csak maszkot sem vesznek fel az emberek. Te vezeted ezt, melynek a tüntetés dicsőítéssel megnevezést adtad. Ma este egy hatalmas összejöveteletek lesz Coloradóban, Fort Collinsban. Mit próbáltok elérni, és mit mondasz azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy ez nem biztonságos? Nos, úgy gondolom, most egy olyan időszakban vagyunk, ahol elég nagy a megosztottság. Nem csupán politikailag, hanem a világjárvány miatt is. Gyülekezetek bezárnak Amerika szerte, holott épp most kellene az egyháznak fénylenie a sötétségben, akik elhozzák a választ a világ számára, akik egységet, reménységet és életet hoznak. Úgy hiszem, elkezdjük ezt meglátni olyan amerikai városokban is, mint például Seattle és Portland, ahol óriási lázongások voltak. Elmegyünk Kenoshába, Wisconsinba és Chicagóba. Összekapcsolódunk a helyi pásztorokkal, és velük együtt bátorítjuk az embereket arra, hogy összejöjjünk és imádjuk Istent, és kérjük az Urat, hogy jöjjön el az a szellemi felébredés a városokba, amire várunk. Meghökkentő, hogy mennyire sok gyülekezet reagál pozitívan erre. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nyitott vagyok a hitemmel kapcsolatban, és sok ember fordult hozzám az utóbbi hónapokban, akik keresők. Többen nagyon küszködnek anyagi nehézségekkel, az elszigetelődéssel és mindenféle problémákkal. Benjamin, te látsz lehetőséget, esélyt arra, hogy ezáltal is szolgálhatunk emberek felé ezekben az időkben? Mindenképp. Az alábbi igeverset helyezte az Úr a szívemre. Zsoltárok 16:8. Tekintetem az örökkévalóra függesztem, aki jobb kezem felől van, ezért nem rendülök meg soha. Az egész világ megrendült most a világjárvány miatt, a választások, a gazdasági krízisek, rasszista megnyilvánulások és igazságtalanságok miatt. Mindezek a gyökeréig megrázták most az emberiséget. Én megtapsolom azt, amit a testvérem Sean csinál. Igenis, szükségünk van ilyen ébredésre, meg kell értenünk, amit John Adams is mondott, hogy az alkotmány csak akkor működik, ha mi erkölcsös emberek vagyunk. A hit tehát előtérben van, és ennek így is kell lennie. Nem csupán a problémák miatt, hanem minden olyan dolog miatt, amivel most szemben állunk. Óriási szerepet játszik a hitünk, különösen ezekben az időkben. Csodás látni titeket, akik teljesen más pozícióban vagytok, mégis tudtok egységben lenni, mint normális emberi lények. Sean, van bármi, amit gyorsban szeretnél még megosztani? Igen. Én teljes szívemből hiszem, hogy elérkezett az ébredés ideje Amerika számára. Tudom, hogy a rossz hírek, amik érkeznek a különböző városokból, azt érzékeltethetik, hogy reménytelen a helyzet. Azonban eddig soha nem érzékelt éhséget tapasztalunk az emberekben Isten iránt. Az elmúlt 20 évemet misszionáriusként azzal töltöttem, hogy a világ nemzeteire összpontosítottam, most viszont a saját nemzetemben vagyok misszionárius, és teljesen el vagyok képedve azon, hogy mekkora az éhség és a vágyakozás az emberek szívében arra, hogy dicsőítsék és imádják
imádják Istent, imádkozzanak és elfogadják az Úrtól a gyógyulásukat. Nagyon hálás vagyok. Az országunknak nagyon sokféle úton, módon szüksége van gyógyulásra. Már az is fellélegzés, hogy találkozhatunk és közösségben lehetünk egymással, és szolgálni tudunk egymás felé. Ezekben az időkben ez nagyon fontos. Sean és Benjamin, ti mindketten ezt teszitek a magatok módján, amit köszönök nektek. Mi köszönjük. Ben, élő legenda vagy, köszönöm testvérem, csodás, amit teszel. Nagyra értékelem ezt, testvérem.